Mit üzennél azoknak, akik még nincsenek itt, és illetve, hogy mi történik a világon, mert szerintem mindannyian érezzük, hogy minden egy kicsit gyorsabb, mintha a napok is gyorsabban telnének. Mi az üzeneted ma, amit át tudnál adni azoknak, akik még nem gyakorolnak rendszeresen lenni? Hát, hogy eljött a kegyelem időszaka. Egy olyan kegyelem árad le a földünkre, ami még sosem volt. És ez gyorsítást jelent, semmi mást. Ez azt jelenti, hogy ha képes vagy arra, hogy egy lépést tegyél magadért, akkor ez milliószorosan térül meg. Például, akik régebben kezdték a gyakorlást velünk, sokkal több munkát kellett, hogy beletegyenek. Ami lehet, hogy nem igazságos, de legalább most már úgy értem, hogy velünk vannak, és végtelenül sokat profitáltak belőle. És átalakult az életük ezáltal. De nekik több munkát kellett beletenni ebbe az átalakulásba. Mert abban az energiában, amiben én ezt kezdtem, abban minden lassabban ment. Ez olyan, mint hogy az ember víz alatt futna. Nem sokára eljutunk oda, hogy mindenki sprintelni fog, és könnyebb közegben, mint a levegő. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog. Ez azt jelenti persze, hogy minden gyorsabban történik. És egy kevesebb, tulajdonképpen kevesebb erőfeszítéssel tovább lehet eljutni. Én ezt értem kegyelem alatt. Tehát, hogyha ha valakiben egy kicsi vágy is van a gyógyulásra, vagy a fejlődésre, arra, hogy megtapasztalja, hogy milyen csodákat rejt magában ez az emberlét, akkor szerintem érdemes elkezdeni, és ne várják ki még azt a 20 évet, amikor már elég lesz csak megnézni a tévében. Szerintem mindenki jöjjön most, mert egy nagyon nagy kegyelem árad ránk, úgyhogy várok mindenkit szeretettel.